Egyre többen fordulnak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel Győrben is. Az ANTS influenza figyelőszolgálatának adatai szerint országosan és Győrmoson Sopron megyében is megugrott az influenza-szerű megbetegedések száma. A betegség főként a gyermekeket érinti, mondta az egyik győri gyermekorvos híradónknak. Most így január végén, február azt látjuk, hogy jelentősen megnőtt az orvoshoz fordulók aránya óvodáskorú, bölcsödés és általános korúak esetében is, inkább főleg az alsó tagozatba, Azt látjuk, hogy magas lázzal, végtag fájdalommal járó megbetegedések vannak. A szakember elmondta, a gyermekeknél már nem ajánlott a védőoltást beadni, hiszen tíz nap kell a vakcina beadásától számítva, mire a védettség kialakul. Ha a gyermekünkön észleljük az influenza tüneteit, akkor érdemes mi hamarabb orvoshoz fordulni. Hirtelen nagyon-nagyon magas láz végtag fájdalom, bágyat elesett a gyerek, úgy érzi, hogy nem tud fölkelni az ágyból, ez mind-mind arra utal, hogy influenza-szerű megbetegedés van, a gyermeknek ugye piros az arca, nagyon-nagyon magas a láza, és az a levertség, bágyadság az egyértelmű mutat arra, hogy itt influenza van, főleg akkor, hogyha a családban esetleg más is volt beteg. Más a helyzet a felnőtteknél. Ez az orvosi rendelő még szinte üres. Dr. Máté Csongorházi orvos azt mondja, a felnőtteknél még nem lehet járványról beszélni. Az influenza még van, egy-kettőt már találtunk, de még úgy kifejezett járvány még nincsen az én körzetemben. A doktor szerint ellentétben a gyermekekkel, a felnőtteknél még nem későbe beadni a védőoltást. Tíz nap, mire kialakul a védettség, ha tudja valaki garantálni, hogy nem jár ilyen nagyobb helyekre, plázákba, tömegközlekedést nem használja, akkor még mindig ajánlom. A szakemberek szerint az influenza járvány még csak most kezd kialakulni. Fontos, ha valakinek hirtelen magas láza lesz, fájnak a végtagjai, valamint megfázás tüneteit észleli magán, akkor forduljon orvoshoz.